Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó, az M1-en, Székely Áron vagyok. Rakétatalálat ért egy kollégiumi épületet a kelet-ukrajnai Harkiv városában. Az ukrán katasztrófavédelem szerint az orosz támadásban 7 ember meghalt, további 16 pedig megsérült. Az áldozatok száma azonban magasabb lehet. Egy túlélő ugyanis arról számolt be, hogy mintegy 50-en laktak az épületben. A menekülést pedig nehezítette, hogy a lépcsők leomlottak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megbocsáthatatlannak nevezte a civilek elleni támadást, és azt ígérte, hogy meg fogják bosszulni. Napok óta felfelé száguld a földgázára Európában. Az egy évvel ezelőttihez képest már nagyjából 4-5-szörösére emelkedett a tőzsdei gázár, és senki nem tudja megmondani, hogy mit hoznak az őszi, illetve téli hónapok. Több német család már most arra készül, hogy fával fűt majd a hideg időszakban. Forgácsolják a fát egy észak-németországi erdőgazdaságban, tüzelő lesz belőle, ha megfelelően kiszárad. Az erdő évszázadok óta a család tulajdonában áll, de a tulajdonos szerint immár évtizedek óta nem történt meg az ő vidékükön, hogy fűtésre használják a fát. A közeli falvakban most olyan rendszert építenek ki, amely a helyi fával biztosítaná a fűtést, korábbi olajkazánokat alakítanak át fatüzelésre. Az olaj úgy néz ki, nem lesz olcsóbb, és könnyen elmegy egy fűtési idényben 15 ezer liter. Korábban nem gondolkodtunk azon, hogyan lehetne megtakarítani ebből, de most már elkerülhetetlen. Magyarázta a polgármester, miért állítják át a falu központi fűtési rendszerét fára. Egész Németország keresi az alternatív fűtési rendszereket, az olcsó orosz olaj és gáz korszakának ugyanis úgy látszik vége, de így is lehet, hogy kevés lesz a gáz. A német kormány sürgősen igyekszik pótolni a hiányt. Annak a gázinfrastruktúrának, amely Oroszországgal csővezetéken köt össze, nincs alternatívája, de vannak jelentős német cégek, amelyek a világpiacról tudnak gázt beszerezni, és már 20 országgal kötöttek szerződéseket, jelezte Robert Habeck alkancellár, miután leszerződtek két úszó LNG terminál működtetésére. A hajók már idén ősszel rendelkezésre állnak majd Wilhelmshaven és Brunsbüttel kikötőjében, hogy az érkező cseppfolyósított gázt betáplálják a német hálózatba. Már nem is Oroszországból érkezik a legtöbb gáz Németországba. Mivel az északi áramlat csak kapacitásának ötödén működik, mostanra Norvégia lett Németország első számú gázszállítója. A német gáztározók jelenleg 75%-os töltöttségen állnak, de csupán a betárolt gázzal nem tudja Németország sem biztosítani a téli gázellátást, így egyáltalán nem mindegy, milyen lesz a gáz ára. Az 1000 köbméterenkénti ár már most is rekordmagas, 2500 dollár. Az európai elemzők télre valamelyes visszaesést várnak. A Gazprom azonban jelezte, szerintük nem lehetetlen, hogy az ár 60%-kal nőhet még, és elérheti a 4000 dollárt. 6,5%-kal nőtt a hazai GDP a második negyedévben az egy évvel ezelőtti szinthez képest. Az uniós átlagot is jóval meghaladó friss adat meglepte az elemzőket, ugyanis ennél alacsonyabb növekedést vártak korábban. Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, a magyar gazdaság az elhúzódó háború ellenére is növelni tudta teljesítményét. Igen. Egy percet sem pihennek a felszolgálók Eger egyik legnépszerűbb éttermében, ahol hónapok óta szinte minden nap telt ház van. Ugyanis a belföldi turisták mellett újra jönnek a külföldiek is. Barabás Albert ügyvezető arról beszélt a híradónak, a vendégek nem csak többet fogyasztanak, hanem drágább fogásokat is választanak, így többet is költenek. Naponta 20 tonna fagyasztott túrógombóc, nudli és dereje készül gáva vencsellőn a legmodernebb technológiával. Folyamatosan fejlődnek, 2015 óta az 5-szörösére növelték a termelést. Simon Tamás ügyvezető a híradónak arról beszélt, hamarosan bővítik a gyárat, ugyanis Európa nagy áruházai után a távol-keleti piacokon is meg szeretnének jelenni. Az üzemben egy speciális termékkört szeretnénk előállítani, gluténmentes termékeket szeretnénk gyártani, ugyanis az exportpiaci fejlesztéseink azt igazolják vissza, hogy ezekre a termékekre nagyon nagy szükség van az exportpiacon. Szakértők szerint a Covid után a hazai ipar, illetve a szolgáltatói szektor is talpra állt, és az elhúzódó háború, valamint az energiaválság ellenére is folytatták a növekedést. Ez pedig a legfrissebb GDP adatokon is látszik.
A magyar gazdaság az elhúzódó háború ellenére is növelni tudta a teljesítményét. 6,5%-kal bővült a második negyedévben a hazai GDP, és a magyar gazdaság növekedéséből az aszály sújtott a mezőgazdaságon kívül minden ágazat kivette a részét, közölte Varga Mihály közösségi oldalán. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, jól teljesített az ipar, a kereskedelem, a turizmus, a pénzügyi ágazat és az infokommunikációs szektor is. A magyar gazdaság teljesítményének az alapja a munka. A foglalkoztatásban állók száma meghaladta a 4,7 milliót, a munkanélküliség rekordalacsony, a 3%-ot közelíti. Azon dolgozunk, hogy a háborús válságban is megvédjük a magyar gazdaság növekedését, megőrizzük a munkahelyeket, tovább csökkentsük a hiányt és az államadósságot. EU-s viszonylatban is előkelőnek számít a 6,5%-os bővülés, ugyanis az eddig ismert adatok alapján Magyarországot csak Szlovénia és Portugália előzte meg. Ráadásul sok tagállamban, például Németországban, Belgiumban és Csehországban annyira lelassult a gazdasági növekedés, hogy a 4%-os uniós átlagot sem érte el. Markánsan fölötte tudunk maradni hosszú-hosszú időn keresztül az Európai Uniós átlagnak. Jó szerkezetű a magyar gazdaság, amit az is mutat, hogy a legtöbb ágazat az előző negyedévben is növekedett. Erről Isépi Tamás beszélt a Híradónak. A századvég makrogazdasági üzletág vezetője elmondta, ez pedig azért fontos, mert a kormány célja, hogy a hazai növekedés 2%-ponttal az EU-s átlag felett legyen. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós nagyországoknak, lásd Németország, de az Európai Unió átlagánál is nagyobb prosperitású, nagyobb növekedési ország legyen Magyarország hosszú távon keresztül. Eznek azért van értelme, mert jelenleg Magyarország egyfőre jutott GDP az Európai Unió átlagának 76%-át teszi ki, a cél pedig az, hogy 90%-ra növekedjen ez az arány. Isépi Tamás hozzátette, az emelkedő energiaárak hatásait még nem látni, de a jelenlegi adatok és előrejelzések alapján várhatóan tartható lesz idén az 5%-os éves növekedés. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe itthon, miután újabb hőhullám érte el az országot. Már tegnap is több helyen 37 fokot mértek, amivel megdőlt a melegrekord, de az előrejelzések szerint ma a 39-et, pénteken pedig már a 40 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet. A hétvégére azonban enyhülés várható, záporokkal és zivatarokkal változik majd az időjárás. Egész Európában szélsőségesen száraz a nyár. A Duna egyes szakaszain a valaha volt egyik legalacsonyabb vízállást mérték a napokban. Sőt, az északi félteke más részein is kritikus a helyzet. Több amerikai állam, illetve Kína is súlyos vízhiánnyal küzd. Óriási sziget emelkedett ki a víz alól a délbácskai Bán monostornál. A sekély vízfolyás nem más, mint a Duna. A valaha volt egyik legalacsonyabb vízállást mérték Európa második leghosszabb folyóján. A folyami közlekedés megbénult, a 10 országot összekötő kereskedelmi útról kiszorultak a nagyobb uszályok. Az alacsony vízállás az élővilágot is fenyegeti, a szakértők tömeges halpusztulástól tartanak. Egyre gyakrabban kell hosszantartó aszályra és villámárvizekre számítani Európában az éghajlatváltozás következtében, figyelmeztetett az Európai Bizottság szóvivője. A rendelkezésünkre álló adatok azt mutatják, hogy az idei aszály 1540 óta a legsúlyosabb, mondta. Rekordalacsony vízállást mértek a Colorado folyón, Arizonában. 28%-os telítettségen áll a folyam két víztározója, amelyek 40 millió ember vízellátását biztosítják az Egyesült Államok legszárazabb vidékén. 60 éve nem volt olyan kevés víz a kínai Jangtze folyóban, mint most. A víz szint a tavaly ilyenkor mértnek mindössze 40%-án áll. A folyam által táplált Dongting és Poyang tavak vízállása 4,5-6 méterrel csökkent. Az aszály 640 ezer hektár termőföldet és 160 ezer haszonállatot érint, valamint 830 ezer ember ivóvízellátását. A vízforrások állapotáért felelős pekingi minisztérium osztályvezetője kijelent. Országszerte 180 víztározóban jelentettek kritikus vízszintet, többnél teljes kiszáradást tapasztaltak. Vízerőművek álltak le, aminek következtében több városban akadozik az áramellátás. Az energiahiány miatt cementet, napelemet és műtrágyát előállító gyárak álltak le.
Villámáradásokra figyelmeztetnek a hatóságok Anglia több településén, miután özönvízszerű eső váltotta fel az elmúlt hetek száraz időjárását. Volt, ahol néhány óra leforgása alatt több mint 100 milliméternyi csapadék hullott. Londonban több utca is víz alá került, de a Victoria pályaudvar több peronyán is le kellett zárni az áradás miatt. Az előrejelzések szerint Dél-Kelet-Angliában ma is marad az esős idő, ami újabb áradásokat okozhat. Az állatokat is menteni kell a bozott tüzek elől Bolíviában. A Santa Cruz megyei tűzoltók felvételeket tettek közzé egy törpehangyászról, amelyet oltás közben találtak, és aztán a biztonsága érdekében állatorvoshoz vittek. A hangyákkal, termeszekkel és egyéb rovarokkal táplálkozó emlősök Mexikótól Brazíliáig valamennyi trópusi erdőben megtalálhatók. Bár a faj egyelőre nem fenyegetett, azonban ez könnyen megváltozhat. A bolíviai Santa Cruz megyében például élőhelyükből évente átlagosan több mint 50 000 hektárnyi tűnik el végleg.